magyar delegáció utazott Nigerbe, hogy az illegális migrációról, a terrorizmusról, valamint a térség humanitárius helyzetéről tárgyaljanak a helyi kormányjal. A magyar kabinet szerint Európa biztonsága a Száhel övezetben kezdődik, éppen ezért a szomszédos csáddal is megkezdődött a közös munka. A Száhel övezet a föld egyik válságzónája. A térségben évek óta szárasság pusztít, a lakosság éhezik és óriási a politikai bizonytalanság. Az egyik érintett ország Niger. Itt a hadsereg hajtott végre katonai pucsot, és magához ragadta a hatalmat. A hadsereg parancsnoka a tévében jelentette be, ezentúl ő vezeti az új katonaállamot. A problémát csak tetőzi, hogy az országnak központi szerepe van a migrációs útvonalak ellenőrzésében, azonban nemrég bejelentették, visszavonják azt a 2015 óta érvényben lévő törvényt, amely eddig korlátozta az Európába irányuló migráns csempészetet. Szakértők szerint, ha több mint 25 millió lakosú Nigerből migrációs hullám indul el, akkor Európa rég nem látott bevándorlási válsággal nézhet szembe. Csütörtökön magyar delegáció utazott Nigerbe, hogy tárgyaljon az illegális migrációról, a terrorizmusról és a térség humanitárius helyzetéről. Ezt az Trisztán a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára jelentette be a térségért felelős miniszteri biztos pedig úgy fogalmazott, Magyarország az Európai Unió tagállamai közül elsőként kezdett tárgyalásokat Nigerrel. A párbeszédre Nigerrel szükségünk van. Európa biztonsága a száhelövezetben kezdődik, ezt már közösségi oldalán írta Máté László Eduard, ahol videóüzenetben arról is beszélt, párbeszédre van szükség az országokkal. Egy olyan helyzet áll elő, a közelmúltban meghozott döntések miatt, amely közvetve Magyarország és közvetlenül az Európai Unió biztonságát veszélyezteti. Ha nem értjük meg, hogy a szomszédaink szomszédai miként gondolkodnak, az egész szomszédságunk veszélybe fog kerülni, ezért muszáj egy párbeszédet kezdenünk a nizseri kormányzattal. A miniszteri biztos korábban már csátból is jelentkezett, ahonnan azt írta, cél az, hogy tovább építsék a két oldalú kapcsolatokat. A közösségi oldalára feltöltött videóban pedig arról beszélt, tavaly decemberben Szijjártó Péter külügyminiszter utazott a térségbe, most pedig arra számítanak, hogy a csádi külügyminiszter érkezik majd Budapestre tárgyalni. A Nigerrel szomszédos csád a száhelövezet utolsó stabil állama. Rengetegen menekülnek ide a környező országokból a harcok elől. A magyar kormány a Hangari Helps programon keresztül ezért kiemelt figyelmet fordít a régióra. Oktatási, gazdasági, biztonsági és humanitárius segítséget nyújt folyamatosan a térségnek. Az országgyűlés pedig tavaly ősszel hagyta jóvá, hogy idén katonai misszió induljon csádba. Tavasztól 200 katona teljesíthet szolgálatot az afrikai országban.